Sziasztok srácok, én Exaz vagyok, és ez egy figyelemfelkeltő videó lenne, miszerint mostanában nézegettem a Csígó csoportokat. Most a Hopkának a csoportját, azaz úgy tudom, hogy az övé. Ebben látom nagyon sokszor az, hogy folyamatosan rakosgatják ki az emberek, hogy ők skin boostolást vállalnak. Na hát srácok, elmondom nektek, hogy ilyen nincs, szóval nem lesz egy olyan ember, aki nektek segítene teljesen ingyen, magyarul nektek csinálna a pénzt. Hogyha 100%-os taktikája lenne a srácnak, akkor meg főleg, hogy nem csinál nektek, épp ezért, hogy lenne bukjon. Mert valószínűleg valami oldalhiba miatt van 100%-os winrate-je, de hát ez fizikai képtelenség, szóval ez valahogy lehetetlennek tartom. Szóval, srácok, ne adjatok soha előre senkinek se skint. Nincs olyan, hogy skin boost. A alábbi videóból azt fogjátok látni, hogy én kiraktam azt, hogy én skin boostolást vállalok, és hát jött egy pár szép komment, illetve privátban nagyon sokan rám írtak. És meg is tudjátok, hogy milyen könnyű az embereket belecsalni egy ilyen hibába, hogy egyszerűen akár egy Asimovot akartak nekem adni. Szóval, srácok, megmutatom majd, hogy miket írtak rám, és akkor majd eldöntitek, hogy milyen egyszerű így szkemmelni. Szóval, srácok, ezt a videót nem azért sem, hogy ti így szkemmeljetek, mert egyszerűen úgyis le fogtok bukni. Az egész csoport rajtatok fog nevetni, az egész magyar community. Ez nagyon gáz, szóval. Vagy esetleg valami scammer nézze a videót, annak tudok gratulálni, hogy ennyire csóró vagy, és így próbálsz magadnak skin szerezni. Én nem tudom skin nélkül, nem lehet játszani, hogy mire jó ez a scammelgetés. Engem is nagyon sokszor próbáltam beszkemmelni, de egyszerűen még egyszer se tudtak, szóval. Előre utalás, vagy pedig személyes átvétel, ennyi. Itt nincs olyan, hogy te előre adod a kést, például, hogyha el akarod adni. Nem, ez hülyeség, srácok. Soha ne adjatok előre. Soha. Az alábbi képen szeretném megköszönni, nagyon sokan írtátok, hogy megbízható vagyok. Elmondom, hogy aki akar skint adni, egy skint sem fogadtam el neki. És hát persze jött a magyar community, aki egyből férgezni kezdte az embereket, megszitkózódni. Persze volt nagyon sok ember, aki felismert, tudták, hogy én videózok és hogy én ki vagyok. Azok persze jöttek, hogy én skint szeretnék így kunyerelni, hogy én magamat kiadom Exaznak. De hát ezzel nincs is semmi baj, ennek csak örülök, hogy így figyelnek. Erre a képre nagy hangsúlyt szeretnék tenni, ugyanis felkerestem az egyik gyereket, aki úgy állított oda a legelső kommentével, hogy faszkalap scammer, hát én privátban ráértem, és most ezeket a képsorokat fogjátok látni az elkövetkezendő percekben. Írtam neki, hogy ez a poszt azért lett létrehozva, hogy én egy videót csináljak ebből, hogy hogyan csapják be az embereket, hogyan scammelik a skineket. És írtam neki, hogy mi a problémája, miért is kell egyből szidni a másikat. És erre egyből jött a beszoros válasz, ha netalántán az én hozzájárásom nélkül, blablabla, felteszel egy videót, akkor ő megy a rendőrségre és feljelent engem. Szóval akinek kell egy házi cseléd, aki kiírja neked a törvényeket, esetleg kikeres neked valamit a szótárban, nyugodtan írják, küldöm a Facebookját, és akkor használhatod te is. És akkor most jöjjenek a privát üzenetek, remélem nem gond, hogy nektek nem takarom ki a neveteket, egyszerűen csak tanulni fogtok ebből ti is, bármint ti nézők, hogy mennyire egyszerű átverni a népet. Szóval ugye én kiraktam ezt a posztot, sokan írták, ugye, hogy mekkora egy buzi vagyok, stb. Nem is baj, ezzel nem volt gondom, nekem csak egy videó erejéig kellett ez a poszt. És mégis nagyon sokan rám írtak, hogy látta a csoportban, hogy én skin boostot vállalok, és ő őszintén elmondja nekem, hogy 10 per 10-be, akik ezt kirakták, mind scammer volt, én elég normális embernek tűnök, és mi a minimum érték, amit elfogadok? Egyértelműen nem válaszoltam neki se, mert nem kell nekem skin, nem fogok így scammelni, én se, nagyon-nagyon rizikós az, hogy én elbukjam az ő skinjét. Ő rám írt a Székely Zsolt, gondolom ő is skin boostot szeretett volna, de hát egyszerűen mondom, én ezt nem csinálom, nem vállalok felelősséget erre. Rám írt egy Márton, hogy jók a videóim és tetszenek, ennek örülök, pacsi neked. És plusz sok, na figyelj, na ez is például, hogy mennyire egyszerű tényleg. Hello, a sok plusz rep a posztod alatt azok a barátaid, vagy tényleg nem scammelsz és jól boostolsz? Magyaros srácok, ha ti kiírtok egy posztot és odahívjátok kb. 30 barátotokat, aki teli írja plusz reppel, akkor be tudjátok már scammelni a csoportot. Látjátok mennyire egyszerű? Hihetetlen. Ne dőljetek be srácok, ne dőljetek be ezeknek. Gondolom a Viktor is skin boostért érdeklődött volna. És itt van Ákos, akit szintén a skin boost érdekelt volna, hát sajnálom, majd a videót ellinkelem neked.
vagyis nektek, ő csak felvett a névjegy listájára, vagy névlistájára. Csak jelkeztem, mi ez a skin bugost, semmi, ez csak egy videó, ahogy látod, gondolom már neked is megválaszolom. És írta Gergő, hogy őt érdekelni a skin boost, de egyelőre nincs meg még a pénze, szóval szól, hogyha meg lesz. Addig is beavatná, hogy hogyan is fog ez lezajlani. És látjátok, hogy mennyire egyszerű, tényleg, hogy ő teljesen ismeretlen embernek képes átadni, tegyük fel 10 dollárt, látod, hogy 10 dollárt írt példának, és lehet, hogy többet akart. Srácok, én azt ajánlom nektek, nem, ne adjatok át senkinek skint. Hogyha ti skint szeretnétek, akkor inkább havonta spóroljátok meg a nem tudom milyen pénzt. Szóval srácok, hogyha ti skint akartok, jobb skint, akkor ne adjátok oda, mert csak be fognak húzni. És ez 10/9-szer így van. Szóval spóroljátok srácok, hogyha skint szeretnétek, de higgyétek el, skinnék is ugyanolyan szar a játék, szóval ez semmivel nem fog többet adni, és hát remélem azért pár embernek felnyitottam a szemét arra, hogy ne adjon se előre, se ilyen skin boostos hülyéknek skint, mert egyszerűen vicc ez az egész, amit a magyar community leművel. Mielőtt valaki írná a kommentbe, hogy biztos fogadtam el offereket, amit ők adtak nekem magyarul, hogy én tőlük kaptam skint. Itt az utolsó bejövő ajánlat, amit számítatom nektek, hogy kitől fogadtam el milyen skint. Ő, ez a Chego Babylon volt, egy coin flipóval felraktam az USP-met és nyertem. És hát látjátok, ezek már március 21, ezek tegnapiak. És láthatjátok, hogy én mit fogadtam el, mikor, miért cserébe. És hogy kivel fogadtam el, szóval láthatjátok. Szóval srácok, köszönöm szépen a figyelmet, és ne dőljetek be az embereknek. Sziasztok!